Véletlenszerűen alakult ki ez a hely, így ahogy most látható. Ugyanis először csak pár régi házat szerettünk volna megmenteni, és ilyen múzeumszerűen berendezni. Aztán rájöttünk, hogy hát azért pénzbe kerül ennek a fenntartása, így próbáltuk a turizmussal ötvözni. És így jött létre ez a borospataki skanzenpanzió, ami igazából egy olyan múzeum, amelyikbe lakni is lehet. Most jelenleg 12 parasztházunk, meg a recepciós épületünk van. Elég nagy a kapacitásunk, 100-110 főt tudunk elszállásolni, és emiatt lakodalmakat, konferenciánkat, ilyen olyan cégbulikat, de családok is gyakran jönnek nyaranta, hogy pihenjenek, meg időt töltsenek el itt a gyönyörű tájban, mert hát ez a gyimesi régió, ez talán a Kárpát-medence egyik legszebb vidéke. Lehetőség van itt bizonyos programokra, színes programokra is, és nem utolsó sorban a helyi ételspecialitásokat is meg lehet kóstolni, főleg most itt, amikor húsvét táján vagyunk, a ház specialitása a kemencébe sült bárány. Úgyhogy ezt, akik ide szoktak jönni, ezt elég gyakran igénylik, meg szokták kóstolni, és mindenkinek ízlik. Rengeteg olyan turistánk van, aki amikor ide megérkezik, így összecsapja a kezét, hát hogy ez olyan, mint amilyen a nagyszüleinél volt annak idején a faluban. Úgyhogy egyfajta ilyen nosztalgiázással is felér. A külföldi turisták vagy a városi turisták, akik ott nőttek fel, nem igazán láttak ilyen falusi életformát, azoknak egyfajta ilyen időutazással érhet akár fel ez az egész itt eltöltött idő. Nagyon szokták díjazni azt, hogy gyönyörű a kilátás és hogy csend tud lenni, és a különböző tematikus programjaink is szoktak lenni, ami ez a helyhez illik. Tehát rengeteg ilyen táncházas rendezvényeink vannak, táncházas szilveszter, néptánctábor, népzenei találkozók, tanfolyamok, és újabban a cégeknél is nagy cégek, hát volt itt például a Lafarge, aki a top klienseit idehozta egyet szórakozni. Tehát a sok 3-4-5 csillagos szálloda meg panzió után ez egy fajta alternatíva, ez egy teljesen más jellegű, mint amit máshol megszokott az ember. Itt lehetősége van kipróbálni azt, hogy milyen volt ezelőtt 100-150 évvel falun élni akár. Az egyik programunk, amit gyakran igényelnek, az egy ilyen szekeres túra a Pahavasára, ami ide 11 kilométerre van. Fent gyönyörű a panoráma, gyönyörű kilátó és lövészárkok, határkőmaradványok, tehát ilyen történelmi hely. A másik a népzene, néptánc, viselet bemutató, közös táncolás, kicsi ízelítőt adunk az itteni táncokból, ugyanis ez a vidék az, ahol legjobban megőrizte a régiességét a néptánc és a népzene is, mármint a Kárpát-medencén belül. Vannak igények másfajta programokra is, télire jó lenne valami sípálya, vagy akár ilyen tízés rendszer kiépítésére. Nyárára hát jó lenne ilyen lovastúrákat megszervezni, ahhoz viszont elég nagy befektetés kell, lovak kellenek is, főleg jó lovászok. Terepjáros túrákra is ideális a helyszín, ugyanis itt a gerinceken végigmenni, gyönyörű végig a látvány. Újabban quaddosok is szoktak jönni, ez van, amikor jó, van, amikor kevésbé, de van, aki ezt szeret. Van itt egy üzletember, akinek repülőtér leszállója is van, és van 3 kisgépe. Azzal is van lehetőség akár sétarepülni, fentről gyönyörű ez az egész hely. Itt ebben a faluban lakik amúgy a romániai siklóernyő bajnok család is, akik most már azt hiszem talán európai kupákat is hoztak el, tehát siklóernyőzésre is van lehetőség.